Sziasztok! Mivel ez egy klímakonfi, ezért azt feltételezem, hogy akadhat közöttetek olyan, aki az én munkásságommal nincs tisztában, és mivel nem vagyok érettségi tétel, és nem is tervezek azzá válni, ezért engedjétek meg, hogy néhány másodpercben összefoglaljam, honnan jövök. Az én életem elmúlt 20 éve nagyságrendileg ennek a jegyében telik. Ahogy ez az autó szól, amilyen érzés ez az egész, hát ez egyszerűen eszemet csodálatos. Hát igen, tehát van a hátam mögött néhány évtized nagyon alaposan dokumentált túlrajongása az autóiparnak és az autózásnak, azon belül is elsősorban a belső égésű motorral hajtott autózásnak. Minél sportosabb, minél szenvedélyesebb, minél hangosabb, és hát bizonyos értelemben minél többet emittál, annál inkább. Nem tudom nektek, mi jut eszetek be erről a képről, hát nekem ez. Hogy volt ott egy pillanatra pedig egy kis zöld, meg egy olyan a természetnek egy darabkája. Tehát ez az illető vagyok én. Ez a hobbim, amit láttok, az a fejjel lefelé eltűnő illető annak a régi versenyautónak a pedálterében, az én vagyok, és éppen féket javítunk egy versenypályán. Ez pedig itt az én népem. Ők, akik azt ott nézik, azok olyan srácok, akik, amikor leesik a hó, akkor így reszkető kézzel a sluszkulcs felé nyúlnak, és megcélozzák éjszaka a legközelebbi szerpentint. Amikor esetleg találkoztok velük, mert frissen megérkeznek, akkor ilyen furán dezorientáltak tudnak lenni attól, hogy egy kicsit szétrázották az agyukat a versenyfutóművel, ami nem biztos, hogy a budapesti közlekedés ez a legideálisabb, de mégis ad valamit, amit egy normális autó talán nem. Olyan illetők, akiknek előfordulhat, hogy volt már nyálas a pólójuk attól, hogy ugyanúgy fejjel lefelé szereltek, hogy én szoktam csak mondjuk egy zseblámpával a szájukban éjszaka. Ez is egy igaz történet. Nekem az autóvezetés az boldogság. Én ezekben a pillanatokban vagyok boldog. De tudom, hogy ezzel nincs mindenki pont így. Az is biztos azonban, hogy az autó az igazából mindannyiótoknak, akik vezettek autót, rohadt sokat adott már. Sokkal többet, mint amennyire hajlamosak vagyunk gondolkodni rajta. Először is az autó vezetés az utolsó igazán komplex skill, amit így megtanul egy ember. Hogy így gondoljuk végig, hogy az van, hogy fogsz egy kormánykereket, amit tekergetsz. Van két lábad, ami csinál valamit, ráadásul az nem is mindig ugyanazt, ugye az egyszer az egyik pedál nyomjuk, egyszer a másikat, van egy harmadik is még az autók nagy részében. Aztán a szemeddel, amivel nézel, az egyik pillanatban előre látsz, de hogyha egy picit átmozdítod a tükör felé, akkor hirtelen a hátad mögé, és ezt össze tudod rakni. Ezek olyan jellegű dolgok, amihez hasonlóan bonyolultat egy ember, általában a jogosítványszerzés után nem tanul többet. Nem nagyon van még egy ilyen. Ráadásul, amikor ez az egyébként elképesztően komplex képességhalmaz, ez beépül azon keresztül, hogy gyakorlod, és szépen átalakítja az agyadban azokat a neuronhálókat, és lesüllyed arra, hogy már nem tudatosan kell csinálni, hanem készségszintűvé válik az egész, és közben lehet vitatkozni az embernek a csajával, pasiával, meg hamburgert tenni, meg ilyenek, és még úgy is megy, egy darabig, hogy szóval ez egy mélyreható változás. És azon túl, hogy mélyreható változás, ugye az életünknek egy másik részére is kihat sokszor. Például az, hogy szabadságot biztosít arra, hogy ide összemenjen körülöttünk a világ, mert el lehet menni hirtelen messzire, kinyílik az akciórádiusza ugye az embernek. Hogyha valaki ugye akkor tájszerez jogosítványt, amikor a legtöbben szoktunk, egy kamaszkor környékén, akkor lesz egy darabka saját tere, amivel el tud szakadni mondjuk a szülői háztól, a szabályoktól, azoktól az emberektől, amiben a felnőtté válásnak olyan dimenzió kapui is megnyílnak, ami egyébként talán még az autóvezetésnél is csodálatosabb. Szóval az autó nagyon sokat jelent valójában, még annak is, aki nem szereti olyan betegesen, mint én. Ezeken túl az én népemnek, a fejjel lefelé szerelőknek az autó egy vászon, valami, amivel alkotni lehet. Ezzel együtt egy kicsit szégyellem itt magam, ugye, a klímakonfin.
egy kicsit olyan érzésem van, mintha ilyen véres mellényű böllérként eljöttem volna egy ilyen vegán konferenciára, hogy így vannak ezzel ilyen összeférhetetlenségi aggályok. Ugye az erős autó fizikai definíciója szerint, ha nagyon leegyszerűsítjük, az az autó, ami adott idő alatt a legtöbb benzint képes elégetni. De hát a benzin elégetése az nem nagyon jó dolog. Amiket láttatok, hogy én még így nagyon szeretek csinálni autóval, amikor jellemzően a hátsó gumi ilyen füst formájában felszáll az atmoszférába, azt nem is nagyon magyarázom, hogy az egyébként tényleg tök rossz és egészségtelen, az ugye korom a levegőben főleg. Szóval az elmúlt évek során így mélyen a gyomromba süllyedt az a nagyon kellemetlen felismerés, hogy a hobbim, továbbá az elmúlt 20 évben a munkám, meg akar ölni. Ez nagyon rossz érzés. Meg akarja ölni továbbá a gyerekeimet is, meg a ti gyerekeitek is, amiért külön elnézést kérek minden érintettől már most. Tudom, hogy nem az autó az egyetlen ilyen, mert például a tehén is ölni akar, ugye hallottuk is ezt, és lesz is még róla szó, ezen kívül egy csomó minden más. Nem akarom telepakolni ezt az egészet grafikonokkal, mert a lényegét amúgy is tudjátok, az a lényeg, hogy a közúti közlekedés és azon belül a személyautózás egy elég nagy szelete ennek a tortának, akkor is, hogyha egyébként van egy csomó másik szelete is. Mindegyiket meg kell majd oldani. Én azért az autózás felől közelítem ezt, mert én ehhez értek, ebben élek, és ez az, ami az én szívemhez eléggé közel van ahhoz, hogy haragudni tudjak rá őszintén. Továbbá, mert ennek a megmentésével van esélyem arra, hogy ne veszítsek el valamit, ami az én életemből nagyon fontos volt. Volt már a közlekedés területén igen nagy paradigmaváltás. Például ez. Amit itt látunk, az egy 1896-os kép, ez ugye Budapest a Lánchíd, ami most éppen felújhodik, és mint látható, azok a közlekedési eszközök, amik elborították csúcsforgalmi jelleggel egyébként akkor a közutakat, azok nem azok voltak, amik most. Ha megnézitek ezeket az állatokat itt, akiknek még igazából lelkük volt, hogy ők 11 néhány évvel későbbre mind kolbász. Ez nagyon szomorú, tényleg. Mondják, hogy a modern autóknak már nincs lelkük, hogy mindegyik ugyanolyan, pláne az elektromos, hogy azok ilyen lélektelen dobozok. Ez tényleg igazi búcsú volt a lélektől. Mondok durvábbat, ezek a jószágok voltak 2021-ig a jelenkorig bezárólag az emberiség által ismert, ténylegesen működő első és utolsó autopilotok. Ez hazavitt részegen. Próbáld meg ugyanezt bármelyik modern autóval, ugye? Ezzel együtt ezeket a drága közlekedési eszközöket, társainkat, barátainkat, ezeket a lélekkel rendelkező imádnivaló lényeket, ezeket elengedtük, és én nagyon sokat kutattam a korabeli sajtóban, és képzeljétek el, úgy tűnik, hogy különösebben nagy könycseppeket nem ejtett értük a gonosz ember, és mégpedig azért leginkább, mert egyrészt a fenntartásuk drága volt, mert mindig ettek, másrészt lényegében a mindig evéssel összefüggően, szemben az autóval, a lónak láttuk és éreztük a mocskát. Ezért azt mondani, hogy mostantól ez nem lesz, az egy könnyebben megtehető lépés volt. Ez alig néhány évvel van később, a századfordulós újság, ahol az látható, hogy a király villamos gépkocsin közlekedik. Úgy tűnik tehát, hogy előbb volt megoldásunk a közlekedés elektromosítására, mint hogy az egész probléma egyáltalán a belső égésű motorral előállt volna. De a valóságból tudjuk, hogy aztán nem ebbe az irányba mentek a dolgok, és azért nem ebbe az irányba mentek a dolgok, mert az átkozott benzin az egy sokkal energiasűrűbb dolog, mint az akkori akkumulátor, és hamarabb tudtunk benzint eljuttatni mindenhova, mint ahogy az akkumulátor technológia fejlődött volna. Ne gondoljátok ettől még, hogy ez egy ilyen egyszerű ügy lett volna, a korabeli autós közlekedés rákfenéje az volt, hogy túlságosan ritka volt a patika, ahol a benzint lehetett vásárolni, a sebb benzint, amivel a korabeli automobilisták fűtötték automobiljaik motorját. Sajnos azonban ezeket a problémákat ugye megoldotta az emberiség. A következő kibocsátási grafikon ugye azt jelzi viszont, és esküszöm, nem lesz sok grafikon, csak ezt az egyet hoztam, na jó, meg még egyet talán, hogy mostanra azon, hogy jobb-e az elektromos autó a környezetnek, különös tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátására, mint bármelyik belső égésű, a benzines, a dízel, a földgázos, akármilyen,
ez többé valójában a tudomány eszköztára számára nem kérdés. Tehát ez nem olyasmi, ami fölött érdemes mélyreható vitákat lefolytatni. Vannak erről nagyon megbízható helyről származó, nagyon sokféleképpen ellenőrzött peer-reviewed kutatások, amik ezt egyszer és mindenkorra eldöntötték. Ha mindent beleszámolunk, a benzin előállítását, az áram előállítását, a szállítását ezeknek, a veszteségeket, az akkumulátorgyártást, az összeszerelést, az elbontást, mindent, a legelejétől a legvégéig, akkor az derül ki, hogy a mi létező világunkban, a létező Európánkban egy elektromos autó legrosszabb esetben az egyharmada egy belső égésű motoros autónak. Vagyis kétharmadát megmenthetjük ezzel az átállással. Ez egy elég nagy különbség. Ez a legeslegfrissebb tudomány, de mivel nagyon sokat kell vitatkoznom nekem is mindenféle emberekkel erről, ezért javasolnék hozzá egy olyan jellegű logikai megközelítést, ami nekem nagy mankó volt. Ez pedig a következő. Mi szakemberként, újságíróként évtizedeken át röhögtünk azon, hogy mennyire nincs semmi köze semmilyen autókatalógusban megadott fogyasztási adatnak ahhoz, amennyit az autó igazából fogyaszt. Ezt valószínűleg ti is tapasztaltátok a saját autóitoknál. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megadott kibocsátási adatok pont ugyanígy nem felelnek meg a valóságnak, hiszen a szén-dioxid kibocsátás az egy az egyben megfeleltethető a fogyasztásnak, tehát eleve hazugság, ami oda van írva. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy az autógyárak évtizedeken keresztül effektíve hazudtak és csaltak a tényleges kibocsátásaikkal kapcsolatban, beépítettek olyan berendezéseket, nem mondok neveket, de nagyon sokat tudnék, börtönben is vannak illetékesek miatta, amik arról szóltak, hogy az autó a próbapadon, a laboratóriumban azt csinálta, ami a katalógusban van írva, aztán kint, a nagyvilágban ott vidáman szaladgált alattad, és telefüstölte a környezetet azzal, ami egyébként apránként megöl, de vesztünkre sajnos általában nem látszik. Az összes európai gyártó, vagy legalábbis nagyon nagy részük gátlástalanul csalt, és még mindig tartanak az ezzel kapcsolatos visszahívások. Tehát a belső égésű motor, aminek a kibocsátását itt ezen a dián mindannyian láthatjuk is, minden nappal egyre rosszabb. Azért raktam ide buszt. A busz nem rossz. A busz egy nagyon jó dolog. A busz jobb dolog, mint az autó a városban. Jobb megoldás lesz most is az, és jobb megoldás is lesz a közösségi közlekedés az egyéninél. Azért raktam ide buszt, mert a buszokról mindannyiótoknak megvan, mert néztetek tévét, meg olvastatok újságot, hogy minden új busz azzal kezdi a karrierjét, hogy minden sajtóközleményben benne van, hogy milyen tiszta, hogy olyan tiszta, amilyen tiszta még soha nem volt, és ez abban a pillanatban mindig igaz is. Csak aztán elkezd dolgozni, hozzaviszi az embereket, telnek múlnak az évek, és a standard elhasználódással eljutunk odáig, hogy látod, hogy ömlik belőle a szenny. És minden másból is ömlik a szenny, csak nem mindenből látszik annyira, és nem mindennek az új termékként bemutatásakor van ugyanakkor a fanfára körül, hogy ez most már mennyire nagyon tiszta. A belső égésű motor minden megtett kilométerével mocskosabb. Annyi történik csak, hogy egy autó átlagosan körülbelül 20 évet él, és ebben a 20 évben van egy olyan szakasz, amikor a kibocsátása lassacskán emelkedik, és vannak ilyen nagyobb lépések benne, amikor mondjuk néhány éves korában először van az, hogy mocskosan tele lesz a részecske szűrője, és már nem csináltatják meg, hanem kiüttetik, a katalizátor tönkre megy, a motor kopik, és így tovább, és így tovább. Ha amit most megveszel, az 20 éven keresztül egyre mocskosabb lesz. Ez egyáltalán nem kérdés. A villanyautó ezzel szemben pontosan olyan tiszta, mint az áram, amit beleteszel. Vagyis lehet nagyon, és lehet kicsit. Így néz ki jelenleg az EU valódi létező energiamixe, vagyis az az áram, amivel ma az autót tölti az európai polgár, és azt láthatod rajta, hogy a nagyobbik része mostanra megújuló, a kisebbik része fosszilis, és az egyik folyamatosan nő, a másik 20 éve folyamatosan esik. Azt is tudjuk mostanra, hogy most telepíteni frissen megújulót olcsóbb, mint fosszilist. Tehát van egy olyan tendenciánk, amiről az előbb beszéltünk, ami a kibocsátás a hagyományos autóknál, amiről tudjuk, hogy mindig egyre rosszabb lesz, megállás nélkül nő. És van a másik oldalán az elektromosság, aminek az előállításáról tudjuk dokumentáltan, hogy 20 éve megállás nélkül csökken. Nem lehet ezt a két dolgot addig magyarázni, ameddig az egyik nem lesz következetesen jobb a másiknál, hiszen szembe megy egymással a két grafikon. Ennek a logikájára lehet támaszkodni akkor, ha valaki elkezd veletek vitatkozni az apróságokról. De
hogyha ez ennyire egyértelmű és ennyire könnyű belátni, akkor miért gyűlöli ennyire az én népem? Mert az én népem szerint ez egy borzalom, egy retteret. Tagadják, hogy jobb lenne az elektromos autó. Haragszanak rá, mert hogy így le akarják tuszkolni a torkukon azok a gonosz emberek fölülről. Alkudoznak, hogy így a kibocsátási számokat, ha így veszük, ha úgy veszük, ha ezt beleszámoljuk azt, akkor esetleg így valahogy mégis kijön. És ilyen deprimáltak attól, hogy lélektelen, hang nélküli vackokkal fogunk járni. Ezek a dolgok. A tagadás. A harag. Az alkudozás. A depresszió. Ez, barátaim, a gyász. Az én népem gyászol. Gyászoljuk a munkánkat, hogy 20 éven keresztül, vagy valaki egy emberöltőn át megtanult valamit. Az utolsó szegig. Érti, hogy működik. És egyszer csak úgy tűnik, hogy ez majd nem ér többet semmit. Gyászoljuk azokat az élményeket, amiket szereztünk, hogy megtanultuk üzemeltetni, hogy szívtunk vele, hogy lerohadtunk, de mégis jó lett, hogy könyörögtünk, hogy indulj be, és beindult. És tudjuk, hogy most már ez valahogy nem úgy lesz, és nem tudjuk, hogy hogyan kell majd könyörögni az újnak. Gyászoljuk a tudásunkat, mindent. És hát az a helyzet, hogy a gyász az, mint bizonyára tudjátok, egy nagyon rossz érzés. Ha nem klinikailag nézzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy a gyász szeretet, aminek nincs hová menni. De van. Ezek itt azok az emberek, az én barátaim, akikkel éppen a hobbimat végezzük, vagyis szívunk, éjszaka autót szerelünk. Az az autó, amit szerelünk, 1976-ban készült, tehát mostanra 45 éves, és gyönyörű, és van miért szeretni, és van lelke. És már egyszer meghalt, mert kiégett az eredeti motorja. Meghalt, ahogy egyébként mi mindannyian, ha nem állunk át. Ez az autó ezen a képen, itt már, ez ugye nem látszik, de én tudom, elektromos. Fiatal magyar mérnökökkel csináltuk. Elmegy 300 kilométert nagyságrendileg, ami ahhoz, hogy az ember az élmény kedvéért autózhasson egy jót, az bőven elegendő. Kettőszor olyan erős. Ha egyszer le is kell papírozni, hát azt majd letagadom, de igazából kétszer olyan, és sokkal gyorsabb, mint eredetileg. De nem vezet helyetted, meg kell érte dolgozni. Te tekered a kormányt, te nyomod a féket, minden ugyanúgy van, mint régen volt, csak egy másik dolog hajtja. Nem azért csináltuk, hogy a jövő technológiáját beletegyük egy régi testbe, azért csináltuk, mert azt szerettem volna, hogy a régi örömöt, azt magunkkal tudjuk vinni oda, ahova egyébként a tárgyakat változatlan formában már nem szabad. És mivel innentől kezdve elektromos, ezért ez a jármű úgy viszi tovább az örömöt, hogy közben nem pufog ki semmit. Nem jön belőle semmi, ami ártana a környezetnek, az élővilágnak, ezért aztán tulajdonképpen még ide is bejöhetne. Hölgyeim és uraim, Gréta! Azért jó, hogy nem tapsoltok, mert figyeljétek a hangját. Csak hogy érthető legyen, Gréta az autó neve, aki bevezette a feleségem Anna. Köszi szépen! Szóval, tudom, hogy a látszat ellenem szól, de ez nem egy termékbemutató. Gréta nem azért van itt, hogy ti meg akarjátok vásárolni. Ez egy... A világot azt nem az elektromosított veteránok fogják megmenteni. Ezt félreértés ne essék. A világot az menti meg, hogy az irracionális rajongásainkat, mint amilyet például én érzek az ilyen jellegű autók iránt, azt valahogy kényszerűen megtanuljuk addig gyúrni, ameddig valamilyen formában magunkkal tudjuk vinni abba a jövőbe, amiben élni tudunk velük mindannyian. Ez itt erre próbál példa lenni.
Én lábán utaztam vele idáig, és esküszöm, minden másodpercét imádtam. Kicsit be voltam közbe szarva, hogy nehogy az legyen, hogy majd pont most lesz baj. Hiába mentem eddig már több száz kilométerrel problémamentesen, de mégiscsak most először van emberek előtt. De nemhogy baj nem volt, hanem zseniális. Ha rajta múlna, én mindig ezt csinálnám. Öreg autó, amiket rendesen kézzel analóg módon kell vezetni, de miközben a körúti csúcsforgalomban álltam egy helyben, nem jött ki bele semmi. Szóval az a helyzet, hogyha gyerekeink miatt el kell engedni a bűnös szenvedélyeinket, akkor ezzel a módszerrel lehet, hogy mondjuk a bűnt elengedjük belőle, de a szenvedélynek van esélye velünk jönni. Hogy a fenntarthatóság kényszere, ami mindannyiunk nyakában ül, az egyben az alkotó szívás lehetőségét is magával hordja, ami maga a hobbim, és bizonyára még egy csomó embernek innen szintén a hobbija, amikor küzdhet azzal, amit egyébként szeret meg, amit élvez. Szóval azért hoztam el ezt az autót, hogy megmutassam, hogy igenis lehet élvezni azt a folyamatot, hogy a világunkat valahogy elviselhetőbbé alakítjuk, és hogy ebből a nagy szorongásból, meg félelemből, meg a gyászból, abból igenis fakadhat öröm. És ez itt, azért van itt fizikailag Gréta, hogy meggyőződhessetek róla, meg meg lehessen tapogatni, hogy nem csak a levegőbe beszélek, hanem van legalább egy darab tárgyi bizonyíték. Szóval, ahogy ígértem nektek, most már remélem egy kicsit többen elhiszitek, hogy minden rendben lesz végül. Köszi szépen!